gulyanyógen, a szobában döglik itt benn. Amióta a fater elvált, nőért ennyit, sose perkát. Internetem már rég kiszúrta, már a húgát is meg... Végül meglett a csaj száma, meg egy jó nagy mobil számla. Aztán jött az ágyba döfés, úgy szólt, mint egy disznóölés. Gondoltam, én teszek rátok, nem érdekel, rá se rátok. Na de másnap reggel végül megláttam a sminke nélkül. Tán erősen fogalmazok, de a szar is belém fogyott. Ilyen rondát korábban csak a Spektrum TV-n láttam. Slám a sors most elém veti, nappalinkban áll egy zseti. De a fater szíve lángol, gyűrűt önt a pótfogából. Volt lány kérés kajabia, lesz mini betumézia. Tyúkja le is égett, csak a hasa maradt védett. Nem volt szükség naptejre, beárnyékolta a melle. Azóta is ikon dögő, bántja őt a munka csömő. Zabár reggel, délben, este, már a Greenpeace is kereste. Saját szemükkel is látnák, aki a lófot elpálnát. Kicska pirgál a bántyúkja, elhízva és elbutulva. Érzem, jön a sötét végzet, és én semmit sem tehetek. Ha majd egyszer két lábra áll, leszakad az emelet. Bántja őt a munka csömör. Szabár reggel, délben, este, már a Greenpeace is kereste. Saját szemükkel is látnák, aki a lófot elbálnát. Így kapirgál a pámtyúkja, elhízva és elbutulva. S érzem, jön a sötét végzet, és én semmit sem tehetek. Ha majd egyszer két lábra áll, leszakad az emelet.